A hideg mele környezeti változásokhoz mindenki másképpen alkalmazkodik. A klímaberendezések kellemes környezetet képesek biztosítani ebben a nagy melegben, azonban lehet hátrányos is a hűtés, ha arra érzékenyek vagyunk, vagy túlzásba visszük. Betegséget is terjeszthet, mint például a Legionella nevű fertőzést, mondta a dr. Princ János házi orvos szakfőorvos. Egy vizes közegben tenyésző baktérium, ami egyébként hát nagyon kis mennyiségben jelen van, természetes vizekben, vízvezeték hálózatokban, vagy akár otthoni berendezésekben, bojlerekben is azonban ilyen kis mennyiségben nem okoz megbetegedést. A klímában, hogyha megtelepszik és elszaporodik, ott viszont ilyen szó részecskék formájában a vízzel együtt a légutakba kerülhet, itt már megfelelő táptalajra talál és elszaporodik. Ez elsősorban felső légúti megfázáshoz hasonló tüneteket okoz, mint a nátha, a torokfájás, esetleg száraz köhögés. Azonban súlyos esetekben a típusos tüdőgyulladást is okozhat, főleg ha már más krónikus betegsége is van a paciensnek, akkor akár életveszélyes állapot is bekövetkezhet. Súlyosabb esetben antibiotikumos kezelés szükséges, hangsúlyozta a szakfőorvos. A klímaberendezés más betegségeket is terjeszthet. Nedves közegben a gombák is szeretnek élni, és hát viszonylag az egyik része a klímának a meleg, a másik része hideg, hát pont ez miatt a hidegben a levegőben lévő pára kicsapódik és nedvesedik, és ezt a, ez a gombáknak is egy megfelelő táptalaj, tehát nagyon gyakran előfordul, hogy gombas órák is bekerülnek így a légtérbe, amik szintén okozhatnak súlyos tüdőbetegséget, vagy akár egy rendszerbetegséget is a szervezetben. Ezért nagyon fontos, hogy kétszer a klímaszezon végén és a következő szezon kezdetén kitisztítassuk a klímaberendezést megfelelő fertőt Fontos a rendszeres szellőztetés. A szárító hatás ellen bőséges folyadékbevitellel, hidratáló krémek és műköny használatával védekezhetünk.